Tofazeka Sándor vidékfejlesztési miniszter is Karcagon írta alá az aláírás gyűjtőjével. Nagyon sokan aláírták, amit gondolom, hogy ez egy nagyon sikeres kezdeményezés volt. A szocialisták kormányzása alatt Magyarországon európai rekordot értek el a rezsik, a lakásfenntartási költségek. És a új kormány, a polgári kormány legfontosabb intézkedései közé tartozik, hogy ezeket a rezsiket csökkentsük. 10%-os csökkentés történt most, és nekem nagyon jó érzés látni azt, hogy az emberek kiállnak mellettünk. Kiállnak mellettünk, és ők is fontosnak tartják, hogy az ország élhetőbb legyen, és a költségek elviselhetőbbek. Ma itt Karcagon több százan írták alá az éveket, akik hasonló véleményen vannak, mint mi. Meg kell állítani az árak emelkedését, csökkenteni kell a rezsiket. Itt mondták, hogy már nagyon vágyak a kéményseprődíjak, a vízdíj, a személydíj, tehát most mindenki úgy gondolja, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, és várják a végét, hogy minden szolgáltatón keresztül menjen ez a csökkentés. Ezen dolgozunk most, hogy minél alacsonyabbak legyenek a költségek, és az is látszik, hogy egy közelmúltbeli intézkedés megmutatja, hogy a kamatokat is lejjebb lehet vinni. Le kell vennünk az emberek válláról az adósságot, a önkormányzati adósságokat már átvállalta a kormány, és ezeket a költségeket is csökkenteni kell. Ez a kormányprogram nagyon fontos része, lépésről lépésre haladunk, akkor is, hogyha bizony gyakran támadások élnek bennünket. Nagyon várjuk a jó eredményeket, és reméljük, hogy minél hamarabb be tudunk számolni azokon a szolgáltatóknál a csökkentés, amit most még itt többen elmondtak, hogy várják. Igen, ezen dolgozunk, én pedig nagyon fontosnak tartom, hogy végre legyen itt a jó idő, hogy a mezőgazdasági munkák tavaszi részét is el lehessen végezni, hiszen az is fontos, hogy legyen bő termés, és akkor méltányos árakon lehet hozzájutni az élelmiszerhez, az ennivalóhoz. Köszönjük szépen! Köszönöm! Ön is aláírta az aláírás gyűjtést, miért tartotta ezt fontosnak? Nagyon fontos, megmarad a kis pénz a zsebünkbe, és már nagyon-nagyon kellett ez az embereknek, nagyon. Számolta már, hogy körülbelül önnek ez mennyit jelentene havonta, mennyi megtakarítást? Hát olyan, hát a gáznál olyan 1200 forint, a villanynál az, mert nem sokat használunk, az olyan 500-600 forint körül van. Aztán várjuk a kéményseprő díjat, meg várjuk a vizet, a szennyvizet is. Tehát akkor az már így azért így több ezer forintot jelent. Több ezer forint, igen, több ezer forintot jelent, és nagyon örülünk neki. Kovács Sándor is itt van a aláírás gyűjtést, nagyon sokan aláírták. Mit szól ehhez? Gondolta, hogy ennyi idő alatt, itt most tényleg egy fél alatt is több rengetegen aláírták. Gondolta, hogy ilyen sikeres lesz ez? Igen, hiszen minden ember a bőrén érzi az elmúlt 20 évben a folyamatos rezsidíjak emelkedését. Most már elértünk egy olyan szinten, egy olyan határt, aminél már nem lehet tovább menni. Ezt észrevette a kormány, érzékelte a kormány, és megpróbálta megosztani a terheket. Tehát a szolgáltatók, akik eddig extra profitra tettek szert, most már azok is viseljék a terheket, ne csak a lakosság. Hát eddig a szocialista kormányzások idején mindig az volt, hogy a lakosságra, az emberekre tették a terheket, a bankok is, a nagy energiaszolgáltatók is, és ez már így nem mehet tovább. És ezt egész Európában fel fogják ismerni. Mindig az volt, hogy először, hogy Magyarország unortodox megoldásokat válaszolja, ahol máshol nem. Régen fel kell ismerni, hogy hol van az emberek túrőképessége, teherbíró képessége, és most már itt Magyarországon elértek ahhoz a határ. És aki nem az emberek pártjára, hanem a szolgáltatók pártjára, az meglátható az, hogy ennek az embereknek ebből elege van. Tehát az emberek pártjára kell, és az emberek oldalára kell állni. A héten olvastam egy olyan, hogy eddig már a megyénkben 20 ezen aláírták ezt az aláírásgyűjtést. Azt hiszem, hogy ez meg fog sokszorozódni, hiszen látjuk most is, hogy tényleg rengetegen jönnek, és egyetértenek ezzel a kezdeményezéssel. Igen, elemi igény van arra, hogy az emberek most már a saját kezükbe vegyék a dolgokat. Hogy igény van arra, hogy valaki az ő pártjukra álljon, melléjük álljon, mert hiszen nagyon fontos az, hogy látják az emberek, hogy ez nem az ő kijátszásukra van, nem a multik, nem a külföldiek, a nagy gazdag cégek mellé álltunk, hanem ő mellettük. És ez egy elemi összefogást generált az emberekből, és látják azt, hogy ha összefognak, hogyha erősek, ha aláírják, ha kiállnak a döntések és a kormány mellett, abból sikeresen jöhetünk ki. Köszönjük szépen, és itt reméljük, hogy még tényleg itt is a következő órában is sokan fognak aláírni, és tudunk majd egy összesítést is mondani, hogy mennyien írták alá csak Karcagon. Hát most szerintem egy órán belül egy ilyen 150-200-an aláírták. Itt a szombati piaci forgatagban egy kedves ismerősre találkoztunk Begyovszky Lajossal és feleségével. Gondolom, önök is szétnéztek most itt a piacon. Mit látnak, mit tapasztaltak?
Tehát ha karcagon vagyok, sosem hagyom ki a piacot. Mezőgazdász szakember vagyok elsősorban azért, de nagyon-nagyon érdekel a mindenkori karcagi felhozata. Zöldségek, magok, éppen az aktuális, hogy mondjam, áruk. Na meg az árusok is. Feleségemmel vagyok, őt nézegessük a árukat, az embereket, és egy élmény számomra, hogy a piacon is ott lehetek. Hasonló nagy piac van önöknél, és vagy inkább egy kisebb jellegű piac ott bizonyos napokon van? Tehát ott hogy van önöknél a piac? Kisebb a piac nálunk, ugye a város is kisebb a piac. Most épül egy új piac, aztán reméljük, hogy a felhozatal is nagyobb lesz, reméljük. Akkor most már szétnéztek, látta a felhozatal, az árak az önökéhez képest, tehát ott most önöknél is gondolom, hogy drágaság van, hogy nagyon nem lehet most olcsón beszerezni semmi, de ezt hasonlította itt az árakat? Hát legalábbis a zöldségmagnál, meg a virágmagnál alacsonyabbak az árak itt. És veszünk is. Tehát ami nekünk azért most drága, az önökéhez képest akkor még olcsóbb. Még olcsóbb, tehát egyértelműen olcsóbb. Milyen hasznos vásárlást és nézelődést kívánok önnek, hiszen láttuk, hogy sokan megállítják, akik ismerik önöket, hiszen nagyon jól láthatjuk itt önöket, és reméljük, hogy hasznosan töltik el a következő perceket is még. Meggyőződésem, hogy igen. Köszönöm. Mi is köszönjük.